Az elmúlt napok eseményei mindannyiunkat mélyen érintettek. Átéljük, hogy mindaz, ami számunkra természetes, megszokott, a mindennapi tevékenység, a család körében, az oktatásban, a társadalomban, nem annyira magától értetődő, mert az ember maga törékeny. És az ember maga olyan rendszert alakított ki a maga mindennapi életéhez, ami számára kényelmes, ám de nagyon törékeny. És ezt a törékenységünket átélve csatlakozunk Ferenc pápánk imádságos kéréséhez. Amikor imádkozunk gondviselő Istenhez, imádkozunk égi édesanyánkhoz, boldogságos Szűz Máriához, a betegek gyógyítójához, és kérjük az ő anyai oltalmát. Akkor, amikor imádkozunk, persze menedéket kérünk, de sokkal inkább kifejezzük azt az élményt, azt a tapasztalatot, hogy mi bízunk az Istenben, mégpedig gyermeki bizalommal. Ezzel a gyermeki bizalommal fogalmazzuk meg kérésünket Szentatyánkkal együtt, az orvosokért, a gyógyítókért, a betegekért, a magányosokért, a fiatalokért, mindazokért, akiket ez a járvány eset nagyon mélyen és közvetlenül érint. És természetesen imádkozunk a felelős döntéshozókért is. Mennyire elgondolkoztató az elmúlt napokban, akár a döntéshozók részéről, akár a szakhatóságok részéről, olyan beszélgetések során, amelyek erről az eseményről adtak tudósítást, olyan kérések fogalmazódtak meg, amelyek alapvetően morális tartalmú kérdések. Az önkorlátozás, a szolidaritás, a segítés, komfortzónánknak a leszűkítése, másokra való figyelem, önkorlátozás, ezek mind-mind morális alappal bíró kategóriák. Ezeknek a meglétét, vagy éppen a hiányát jelen napjainkban nagyon komolyan és nagyon komoly következményekkel látjuk. Azonban ez mindig is így van. Egy kultúra, egy társadalom, közösségeink azért tudnak hatékonyan, emberhez méltóan működni, mert benne az ember a célnak megfelelően önkorlátozást él meg, a javakat megfelelő módon akarja felhasználni, szolidális módon akar figyelni a szegényre, a betegre, a kicsinyre, azokra, akiknek nagyon nagy szükségük van a tanulásra. Olyan erények ezek, amelyek mind a bajban, mind pedig a mindennapi életünkben szükségesek. Nagybőti időt élünk, a megújulásnak, a megtérésnek az ideje. Arra is lehetőségünk van, hogy kialakított szokásainkon változtassunk, javítsunk, módosítsunk. Nem csak egyszerűen bűnt akarunk elhagyni, hanem éppen a nagybőjt lelkületéből új értelmet akarunk nyerni. Ezt az új értelmet, a metanoiának az új értelmét pedig Jézus Krisztustól és az ő közösségétől kapjuk. Legyünk tehát bátrak életünk megszokott elemeinek a változtatásán, legyünk bátrak a konkrét, közvetlen szeretet cselekedeteinek a gyakorlására, és legyen bátorságunk ahhoz, hogy leleményesen segítünk mindazokon a testvéreinken, akik erre rászorulnak.